Szeretettel köszöntöm Önöket! A Sport Innovációs Konferencia ebben az évben negyedszerre kerül megrendezésre. A Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia, a NECA, májusban szerette volna ezt a sporttudományos konferenciát megrendezni. A pandémia miatt azonban ez nem lehetséges. Szeptember közepére tevődik át az új időpont, amelyre ide a Testnevelési Egyetemre és a Balaton partjára, Balaton Boglára a Nemzeti Kézilabda Akadémia nemzetközi szintű rendezvény központjára és edzőtábor központjára szeretettel meghívok mindenkit. Szeretettel köszöntöm a 4. Sportinnovációs Nemzetközi Konferencia leendő résztvevőit. A Testnevelési Egyetem nemzetközi kapcsolatok igazgatójaként egyrészt azokat, akik még nem látogattak el erre a konferenciára, de úgy gondolják, hogy jó alkalom lesz önöknek is különböző networking és tudományos ismeretszerzési célokból, és azokra is, akik már negyedszer lesznek velünk, és tudják, hogy ez a Sportinno mindig egy különleges esemény a Testnevelési Egyetemen. Az idei éven a NECA-val közösen szervezzük ezt a rendezvényt, és azt gondolom, hogy minden évben egy kicsit más a Sportinno. Az idei Sportinno különlegessége az, hogy két helyszínen fogjuk megrendezni, és a Nemzetközi Partnernap hagyományosan mindig megelőzi ezt a konferenciát, tehát a keddi napon, a nulladik napon a nemzetközi partnereinket fogadjuk, szerdától a Testnevelési Egyetemen megnyitjuk a konferenciát, és a csütörtök-pénteki napokon a NECA-nak a fantasztikus közegében fogjuk a vendégeket fogadni. A Sportinnónak van egy olyan fő vonulata, amelyet szeretnénk most is az idei éven megtartani, ez pedig az a hármasság, hogy a tudományos élet, a kutatók, a kutatás, a sporttudomány mellett mindazok, akik az alkalmazásban, testnevelő tanárok, edzők, sportolók, bármilyen területen a sporttal és az egészségfenntartással, egészségfejlesztéssel foglalkoznak, találkozhassanak a vállalati szféra és a sport cégek, az innovatív cégek képviselőivel. Alkalmat adunk arra is, hogy a cégek kiállítsanak és megismertessék termékeiket a hazai és nemzetközi közönséggel, mind a budapesti, mind a balatonboglári helyszíneken. Az idei konferenciának néhány különleges témáját is, illetve aktuális témáját is szeretném a figyelmükbe ajánlani. Itt például utalnék a Nemzeti Sportakadémiák szerepére, innovatív fejlesztésére, együttműködési lehetőségeire, az analitika és a sporttudomány, sportélettan, főleg a diagnosztika és a különböző eszközök szerepére, a komplex rehabilitációra, a sportturizmusra, a sportmotiváció összefüggéseire, vagy akár arra is, hogy a CSR, a vállalati kapcsolatok és az egyetem hogyan fonódhat össze, akár egy akadémia hármas együttműködésében. Nagyon fontos számunkra az, hogy egy új terület, ez a nemzeti női sportolók, női sportvezetők, mint téma szerepet kapjon a konferencián, valamint az innovatív sportági módszereknél természetesen a kézilabda lesz az egyik fő vonulát, de ezen kívül akár a vízisportok, akár a többi sportág is innovatív módszereket tudjon megismertetni. Szeretettel várjuk a konferencia résztvevőit, reméljük, hogy egy nagyon sikeres, nagyon érdekes és hasznos rendezvényt tudunk megrendezni a pandémia levonultával immár személyesen. Viszontlátásra! Sportinnon. A NECA nevében engedjék meg, hogy én is köszöntsem Önöket. A 4. Sportinno konferencia szeptember 15-17-e között kerül megszervezésre. A Testnevelési Egyetem, illetve a NECA ezt Pesten és Bogláron rendezi meg. Várjuk szeretet azokat a sporttudományos szakembereket, azokat az edzőket, érdeklődőket, akik egyrészben kézilabda sportágat, de egyéb sportágat fejleszteni kívánnak. Mindenkit szeretettel köszöntünk és várunk Bogláron.